Modern városok. Több 10 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Nyíregyházára a következő időszakban. Erről együttműködési megállapodást írt alá Orbán Viktor miniszterelnök és Kovács Ferenc a megyeszékhely polgármestere. Bővítik a kapacitást. Legújabb 5,1 milliárd forint értékű beruházása keretében 681 új munkahelyet hoz létre a kontinentál Magyarországon, ezek nagy részét Nyíregyházán. Több pénz gyermekétkeztetésre. Januártól mind a négy iskolai szünidőben biztosítani kell a rászoruló gyerekeknek meleg ételt. Az ellátást a kormány 100%-ban finanszírozza. Több 10 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Nyíregyházára a következő időszakban a Modern Városok elnevezésű program keretében. Erről együttműködési megállapodást írt alá Orbán Viktor miniszterelnök és Kovács Ferenc a megyeszékhely polgármestere. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A miniszterelnök a részleteket ismertetve elmondta, egyebek mellett új ipari parkot hoznak létre Nyíregyházán, új utakat létesítenek, felújítják a múzeumfalut és a szabadtéri színpadot, továbbá épül egy 200 ágyas, 4 csillagos szálloda Sóstón. A vidék fejlődésének kulcsa a vidéki városok fejlődése, ezért a kormány létrehozta és idén tavasszal elindította a Modern Városok elnevezésű programját. Ennek keretében írt alá együttműködési megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere. A kormány célja a programmal, hogy 2020-ra az ország egyik gazdasági központjává erősödjön a Szabolcsi megyeszékhely. Ma a magyar gazdaság évente 2,5-3%-kal bővül, azonban ahhoz, hogy el tudjuk érni a céljainkat, és Magyarország olyan haza legyen, mint amilyet kívánunk magunknak, ahhoz ennek a teljesítménynek a kétszeresét kellene elérni, ehhez pedig sikeres városokra lesz szükségünk. Városok nélkül ilyen előrelépést nem lehet végrehajtani. Önök is, ha máshonnan nem, hát Nyíregyháza példáján láthatják, hogy a legtöbb magyar embernek azok a vállalkozások adnak ma munkát, amelyek a városokban működnek. A legnagyobb gazdasági teljesítmény ma a magyar városokból érkezik. A magyar városok adják a gazdaság leginkább mérhető, meghatározó súlyát. Ezért is kell tovább erősíteni a városokat, tette hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor a tájékoztatón ismertette a nyíregyházi megállapodás pontjait is. Jelentős fejlesztési forrást biztosítanak többek között a Kállai kúria felújítására, valamint három nagy belvárosi csomópont meg, illetve átépítésére, valamint gazdasági beruházásra. 320 hektárnyi új ipari parkot fogunk létrehozni az Önök városában. Ez részben úgy, hogy állami tulajdonban lévő földeket fogunk erre a célra rendelni, részben pedig úgy, hogy az állam, tehát nem Nyíregyháza, hanem az állam pénzén föl fogunk vásárolni területeket, és ezekből ipari parkot hozunk létre, aminek a berendezése és felhasználása már a város dolga lesz. A nyugati elkerülő útszakasz, illetve útszakaszok összekötéséről és befejezéséről is döntöttünk. Ez 8,3 kilométernyi utat jelent, és becsléseink szerint körülbelül 18 milliárd forintba fog kerülni. Megállapodtunk arról, ez a négyes pontja a megállapodásnak, hogy Nyíregyházát Tokajjal bicikliúttal fogjuk összekötni, és ez egy 30 kilométeres szakasz, ebből 7,5 kilométer most épül. Ezek mellett felújítják a szabadtéri színpadot, 41 új busz érkezik Nyíregyházára, 1,5 milliárd forintból felújítják és bővítik a sóstói múzeumfalut, továbbá egy 200 ágyas, 4 csillagos szállodát építenek Sóstón. A sajtótájékoztató után Orbán Viktor miniszterelnök a város főterén tájékoztatta a helyieket a Modern Városok program nyíregyházi várható fejlesztéseiről. Legújabb 5,1 milliárd forint értékű beruházása keretében 681 új munkahelyet hoz létre a kontinentál Magyarországon, ezek nagy részét Nyíregyházán. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján Budapesten, adta hírül az MTI. A tárcavezető elmondta, a kormány kiemelten támogatta a projektet, amelyhez 1,7 milliárd forinttal járult hozzá. A beruházással a kontinentál autóipari beszállító nyíregyházi üzemében új gépsorokat telepítenek, felújítanak egy csaknem 4000 négyzetméteres gyártócsarnokot,
Építenek egy új raktárcsarnokot, valamint növelik a gyártókapacitást. A beruházások két részre, vagy akár három lépcsőre lehet osztani őket. Az egyik fel a beruházásoknak bizonyos megrendelésekkel már el is kezdődött. Fel kell újítani a gyártócsarnokot, illetve a hosszú beszerzési idejű gépek közül van, amit már muszáj volt megrendelni. Az első extruder sor úgy gondoljuk, hogy első fél év végére telepítésre kerül két kazánnal, tehát a jövő év második felében már elindul a munka a hűtő-fűtőtömlők termelése területén is, és nagy reményeink szerint elindulnak a megrendelések a keverékgyártó kapacitásunk, ami a Contitech Magyarország Kft. Beruházása lenne, a keverékgyártó kapacitásunk bővítése területén is. 2017-ben tovább folytatódnának ezek a lépések, újabb extrudersor, újabb autoklávok, és a légrugó bizonyos termékcsaládjainak a technológiai sorának komplexitása bővülne, nőne meg. Másfél milliárd forinttal többet fordít gyermekétkeztetésre jövőre a kormány. Januártól minden négy iskolai szünidőben biztosítani kell a rászoruló gyerekeknek meleg ételt. Ezt az ellátást a kormány 100%-ban finanszírozza. Erről a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszélt Pusztadoboson. Cibere Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy az eddigi intézkedéseknek köszönhetően szeptembertől a 6 év alatti gyerekek már több mint 90%-a ingyen étkezik Magyarországon. A kormány szeptember 1-től kötelezővé tette az óvodába járást minden harmadik életévét betöltött gyermek számára, ezzel is egyre többen jutnak minden nap meleg ételhez, közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. Cibere Károly tájékoztatása szerint a 360 ezer óvodás és bölcsődés gyermekből 318 ezeren ingyen étkeznek ma Magyarországon. Több mint 90%-a az óvisoknak és a bölcsiseknek már ingyen étkezik. Ez egy nagyon fontos előrelépés, azt gondoljuk. Ugyanakkor nem csak a tanulmányi időszakból áll az év, hanem a szülidőből is. A kormány a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy azt a rendszert, ami az elmúlt 12-13 évben működött nyári gyermekétkeztetési programként, amelyben egy bizonyos keretre pályázhattak önkormányzatok, ezt egy új rendszer fogja váltani, hiszen fontos, hogy a gyermekek étkezése az, hogy ne legyen nélkülöző éhező gyermek Magyarországon, ez a szülidőkre is érvényes. A kormány még nyáron beépítette a költségvetési törvénybe a gyermekétkeztetésre szánt kiadásokat, eszerint az eddigi 3 milliárd helyett már 4,5 milliárd forint jut a jövőben erre a feladatra, hangzott el a Legyen jobb a gyermekeknek értékelő bizottság pusztadobosi ülésén. Azokon a településeken, ahol nem áll rendelkezésre konyha vagy ebédlő a gyermekek számára, kiszállítással oldják majd meg az étkeztetést az iskolai szünetekben. 39 kombinált hóeltakarító gép, 8 hómaró és 6000 tonna útszóró só áll a Magyar Közút ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóság rendelkezésére az idei téli időszakban. Ebben a térségben van a második leghosszabb úthálózat Magyarországon, így több mint 2100 kilométer hosszú út állapotáról kell gondoskodnia a közútkezelőnek. A téli időszakban az utak síkosságmentesítését, a hóeltakarítást és a hófúvások okozta akadályok megszüntetését a társaság biztosítja, összesen 144 gépkezelő munkatárssal. Az idei télre 6000 tonna útszóró só áll rendelkezésre, valamint megelőzésként hófúvás elleni hálókat építettek, és hővédő erdő és cserjesávokat ültettek, tájékoztatott a megyei igazgató. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága 2138 kilométer úthálózaton végzi egész évben, de különösen most a téli időszakban, majd a védekezési tevékenységet. Ehhez 38 olyan kettős rendeltetésű gép áll rendelkezésünkre, amely egyszerre tudja a hóekézést és a sikosságmentesítést végezni. Szükség esetén még 8 homarót be tudunk vetni. Ezekre az eszközökre folyamatosan a nap 24 órájában kezelő személyzet áll rendelkezésünkre. Az elmúlt héten téli gépszemléket tartottunk a mérnökségeken, mind az öt mérnökségünkön
a gépek felkészítése megfelelően megtörtént, és a személyzet is rendelkezésre áll. Az igazgató kérdésünkre azt is elmondta, a társaság ebben az évben 2800 tonna aszfaltból 14 kilométer út felületét javította Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, összesen közel 100 millió forintból. A nagyobb mértékű útfelújítások 2016-ban kezdődnek a megyében. Már gyűjtik az aláírást a menekültek betelepítésére vonatkozó kvóta ellen, mondta Máté Szalkai tájékoztatóján Kovács Sándor, Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselő. A politikus kiemelte, az érvényben lévő szerződések alapján Brüsszelnek nincs joga ráerőltetni a tagállamokra, hogy határaikon belülre engedjenek több tízezer menekültet, így növelve egy-egy országban a terrorfenyegetettséget és a bűnözést. Évente kb. 10-15 ezer bevándorlót kellene fogadnunk, hogyha ez 4-5 éven keresztül, amit vizionálnak a tudósok, akkor a családesítéssel együtt egy szegednyi több százezer ember bevándorlása jönne létre, és tudjuk azt, hogy az iszlám állam gyerekvállalása, szaporulási kedve egészen más, mint a mi kultúrkörünké, ezért azt gondoljuk, hogy egy szegednyi város néhány évtized alatt teljesen meg tudja változtatni Magyarországnak, a keresztény Európának azt a fajta értékrendjét, amiben mi szeretnénk élni. Nem baloldali kampány a gyermekéhezés felszámolását célzó civil kezdeményezés, valós problémáról van szó, jelentette ki nyíregyházi sajtótájékoztatóján Halmi József, az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke. A politikus szerint az önkormányzatoknak nincs forrásuk a helyzet kezelésére, ezért állami beavatkozásra van szükség. Mi azt látjuk, hogy azért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez jelen van, ez a jelenség sajnos, és ezt csak közösen, társadalmi összefogással és a kormánnyal tudjuk megoldani. Az, hogy nekik van nemzeti minimum, látjuk, hogy tették a rokkantakat tönkre, meg hogy lopták el a nyugdíj megtakarítást, meg hogy építették le a szociális ellátást, nem ez a nemzeti minimum. A nemzeti minimum az, hogy ma Magyarországon egyetlen egy gyerek ne éhezzen, vagy egyetlen egy ember ne éhezzen. Közel 30 millió forint állami támogatást nyert egy óvoda felújításához a tiszavasvári önkormányzat, jelentette be tájékoztatóján Fülöp Erik, a város polgármestere. A 70 gyereket ellátó intézmény egységúti több mint 40 éves épületének rekonstrukciójához 1,5 millió forintos önerővel járul hozzá az önkormányzat. Nagyon régi az az épület, amelyben a gyermekek nap mint nap járnak, és hát egy komplett felújításról beszélhetünk, nem csak nyílászáró cseréről, hanem teljes hőszigetelésről, tetőszigetelésről, fűtéskorszerűsítésről, akadálymentesítésről beszélhetünk, és ami a pályázatnak egy plusz eleme, az pedig az, hogy napelemes rendszer kiépítésével a melegvizes ellátást és a villamos áram ellátását is biztosíthatjuk az intézménynél. Több kiadvány, a középkori templomokat bemutató könyv, kisfilmek és egy vándorkiállítás is megmutatja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szellemi, kulturális és hagyományokat őrző értékeit. A mazárult programról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Mintegy 20 művész 60 alkotását bocsátják árverésre november 28-án Baján. A jótékonysági képaukciót már több mint 15 éve szervezik meg, és mint minden évben idén is Nyíregyházán mutatják be az árverés előtt álló alkotásokat. Vereséget szenvedett Körmenden a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 7. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 103-69-re verték Sitko Ernő együttesét. A nyíregyháziak legközelebb vasárnap lépnek pályára, akkor a Kecskemét látogat a Bemiskola csarnokába. Több kiadvány, a középkori templomokat bemutató könyv, kisfilmek és egy vándorkiállítás is megmutatja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szellemi, kulturális és hagyományokat őrző értékeit. Mazárult a 10 millió forintos támogatású megyei értéktár projekt Nyíregyházán a József András Múzeumban, ahol Vénémet Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára a televízión kérdésére elmondta, további 100 millió forintos pályázati keret nyílt meg önkormányzatok és civil szervezetek számára az értéktárak bővítésére, létrehozására és a külhoni értékek gyűjtésére.
Házadba léphetek első rész. A szatmári középkori templomokat mutatja be a kötet, amelynek lesz folytatása is, hiszen vannak értékes templomok, műemlékek a megyében, amelyek a megyei értéktárat gyarapíthatják még. A vándorkiállítás pedig már ismert, és jó néhány megyei szellemi, kulturális, gasztronómiai örökséget tár elénk. Van köztük, mint a szatmári szilvalekvár, hungarikum is. A projekt zárón V. Németh Zsolt államtitkár elmondta, fontos, hogy a települések kutassák a magyar identitáshoz tartozó értékeket helyi, tájegységi szinten, így válhatnak a tárgyi szellemi értékek hungarikummá. Az új október végén megnyílt hungarikum pályázat is ezt a célt szolgálja. A mostani pályázatnak az a célja, hogy megerősítsük a külhoni értéktárakat, mégpedig ezt úgy tesszük, hogy azon települések, amelyek már létrehozták az értéktár bizottságukat, vagy maga az önkormányzat, vagy egy helyi ezt a cél kitűző civil szervezet közreműködésével, azok kapcsolatba lépjenek a már meglevő testvértelepüléseikkel, és segítség, módszertani segítséget nyújtsanak az ottani értékgyűjtéshez. Természetesen ennek keretében lehetőség van arra, hogy kölcsönösen bemutatják egymásnak az értékeiket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az értéktár létrehozására 10 millió forint pályázati forrás nyert a megyei önkormányzat. Kisfilmek, vándorkiállítás, színvonalas kiadványok készültek. A megyében tovább szeretnék folytatni a gyűjtőmunkát települési szinten is. A megyei értéktár mozgalomnak szerintem a legfontosabb feladata amellett, hogy a megyei értékeket gyűjtsük és azokat megmutassuk a nagyvilágnak, az, hogy minden településen, minden településünkön népszerűsítsük ezt az értéktár mozgalmat, és a kitűzött végcélunk az, hogy a megye minden településén létrejöjjön a települési értéktár is. A magyarság csúcs teljesítményét jelentik a hungarikumok, amelyek gyarapítása a cél, mert erősíti az identitást, a termékek esetében minőséget garantál, és a hungarikumok a turisztikán keresztül fejleszthetik a magyar gazdaságot is. Mintegy 20 művész 60 alkotását bocsátják árverésre november 28-án Vaján. A jótékonysági képaukciót már több mint 15 éve szervezik meg, és mint minden évben, idén is Nyíregyházán mutatják be az árverés előtt álló alkotásokat. A különböző vajai művésztelepek alkotótáborok után évről évre jótékonysági képaukciókat szervez a Vai Ádám Múzeum baráti köre. Az elmúlt évek árverésein átlagosan 1-1 millió forint gyűlt össze, mondta a baráti kör titkára. Molnár Sándor kiemelte, a befolyt összegekből különböző múzeumi kulturális programokat finanszíroztak, vagy éppen kiadványokat jelentettek meg. Egyre nehezebben tudom én is felbetartani, hogy hány művésztelepet szervezünk, mert az idén bővült, ugyanis első alkalommal rendeztük meg a Vajai Honvéd művésztelepet, már erről a alkotótáborból is kerül kalapács alá 2015. november 28-án 11 órától Vaján a muzeális gyűjteményben. Az idei téli alkotótáborból 23 alkotást hoztunk el bemutatni a Nyíregyházi Centrál Hotelben, illetve az őszi művésztelepről, ami nemrég zárult, pedig 18-at. Összességében közel 20 művésztől 60 alkotás kerül árverésre. A jótékonysági képaukciókat már 1999 óta szervezik meg, a hagyományoknak megfelelően pedig idén is Nyíregyházán mutatják be az árverés előtt álló alkotásokat. Egyrészt jelentősége van abban a tekintetben, hogy a vajai művésztábornak az évenként előállított friss termése, a kortárs képzőművészetnek egy sajátos áttekintése jelenik meg azoknak a művészeknek a révén, akik valaha megfordultak a művésztáborban, a művésztelepen, és felajánlották képeiket ezekre az aukciókra. És az a szép polgári hagyomány, amely a jótékony célú adakozás és a művészetpártolás, a művészet szeretetét összekapcsolja, azt gondolom mindenféleképpen egy igen jelentős eseményé teszi ezeket az évről évre megrendezésre kerülő aukciókat. A vajai művésztelepeken készült alkotások november 23-áig tekinthetőek meg Nyíregyházán, az aukciót pedig 28-án tartják Vaján.
Vereséget szenvedett Körmenden a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 7. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 103-69-re verték Sitko Ernő együttesét. A nyíregyháziak legközelebb vasárnap lépnek pályára, akkor a Kecskemét látogat a Bemiskola csarnokába. A Körmend volt a mérkőzés toronymagas esélyese, ennek ellenére az első negyedben 10 pontos előnyt szerzett a vendégcsapat. A folytatásban aztán magára talált a hazai gárda, amely a nagy szünetig nem csak ledolgozta hátrányát, hanem 11 ponttal el is lépett a sokat hibázó nyíregyháziaktól. A harmadik és negyedik 10 percben tovább nőtt a különbség a két csapat között, végül a Körmend a papírformát igazolva magabiztosan 34 ponttal megnyerte a találkozót. A Körmend jobb erőkből áll, és sokkal tapasztaltabb játékosokból. Várható volt, hogy előbb-utóbb magukhoz tudják ragadni a kezdeményezést, viszont egyértelműen a mi hibáink hozták fel őket, és nem kellett volna, hogy ekkora különbséggel kapjunk ki. Úgy gondolom, hogy ha tartjuk azt a megbeszélt és megfontolt játékot, amit az első negyedben nyújtottunk, akkor egy szoros mérkőzést tudtunk volna játszani, amiben bármi benne lehetett volna, de úgy gondolom, hogy nem mindegy, és az is szép eredmény lett volna, hogyha néhány pontos vereséget tudunk szenvedni. A forduló további eredményei: Jászberény Sopron 79-100, Zalaegerszeg Szeged 76-66, Mafsz Szombathely 89-90, Kaposvár Szolnok hosszabbítás után 82-86, Kecskemét Atomerőmű Ese 79-68 és Albafehérvár Pécs 91-72. A 8. fordulóban a Marsó Nyíregyháza Kecskemétet fogadja. Nagyon kellemetlen a Kecskemét, és összességében, ha megnézzük a játékos állományt, akkor nem sok minden cserélődött a tavalyi évhez képest, és tavaly ők ugye döntőt játszottak. Viszont van egy különbség, Stojan Ivkovics nem ül a kispadon, és úgy gondolom, hogy Stojan nagyon erős kezű és befolyásos edző. Remélem, hogy ez a hiány ez mutatkozni fog a játékukban. Eléggé felemás képet mutatnak, ugye most meg tudták verni a Paksi Ádáját, előtte csak egy mérkőzést nyertek. Mindent összevetve úgy gondolom, hogy akkor sem lehet más célunk, mint a hazai győzelem, amit meg is kell tudnunk oldani. A tabella élén a Körmend áll 6 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Szombathelyt. A Marsó Nyíregyháza 2-5-ös mutatóval a 11. helyen várja a Kecskemét vasárnapi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Több 10 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik Nyíregyházára a következő időszakban a Modern Városok elnevezésű program keretében. Erről együttműködési megállapodást írt alá Orbán Viktor miniszterelnök és Kovács Ferenc a megyeszékhely polgármestere. A miniszterelnök a részleteket ismertetve elmondta, egyebek mellett új ipari parkot hoznak létre Nyíregyházán, új utakat létesítenek, felújítják a múzeumfalut és a szabadtéri színpadot, továbbá épül egy 200 ágyas, 4 csillagos szálloda Sóstón. Legújabb 5,1 milliárd forint értékű beruházása keretében 681 új munkahelyet hoz létre a kontinentál Magyarországon, ezek nagy részét Nyíregyházán, adta hírül az MTI. A beruházással a kontinentál autóipari beszállító nyíregyházi üzemében új gépsorokat telepítenek, felújítanak egy gyártócsarnokot, építenek egy új raktárcsarnokot, valamint növelik a gyártókapacitást. 1,5 milliárd forinttal többet fordít gyermekétkeztetésre jövőre a kormány. Januártól mind a 4 iskolai szünidőben biztosítani kell a rászoruló gyerekeknek meleg ételt. Ezt az ellátást a kormány 100%-ban finanszírozza. Erről a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár beszélt Pusztadoboson. A Kölcsei Televízió keddi híradóját látták. A legfrissebbekkel holnap este jelentkezünk, addig is híreinket megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!
Holnap is enyhe napos időre számíthatunk. A tőlünk délre, délnyugatra elhelyezkedő anticiklon északi peremén haladó frontok csak érintik térségünket, nagyobb mennyiségű csapadékot továbbra sem okoznak. Éjjel ismét többfelé képződik köd, máshol változóan felhős lesz az ég, kisebb eső előfordulhat, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható több órás napsütéssel, elszórtan kisebb eső előfordulhat, a változó irányú szél pedig többnyire mérsékelt marad. Délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet, kettős fronthatás van térségünkben. A hét további részében változékony időre van kilátás, csütörtökön az éjszakai köd feloszlása után napos, igen enyhe idő várható, majd pénteken több lesz a felhő és gyengül a nappali felmelegedés. Szombaton felhő átvonulásokra van kilátás, többfelé megerősödő széllel, vasárnap átmeneti csökkenés után észak felől megnövekszik a felhőzet, szorványosan kisebb eső is lehet, és erős lesz a délnyugati szél. A jövő héten ismét több lesz a napsütés, az átmeneti lehűlés után tavasziasan enyhe idő várható majd.